Migrációs körképpel folytatjuk a ma reggelt itt az M1-en. A 2015-ös migrációs válság idején több millió ember jutott be illegálisan Nyugat-Európába. Brüsszel azóta próbálkozik a migránsok szétosztásával, vagyis próbálja elfogadtatni a kötelező betelepítést a tagállamokkal. A magyar kormány a kezdetektől fogva ellenzi a tervet, azt mondják, Brüsszel migránsgettókat akar létrehozni Magyarországon. Most megmutatjuk, hogyan kezeli az illegális migrációt Svédország, Nagy-Britannia és Szlovénia. A svéd erőszakos extrémizmus elleni központ vezetője szerint a kilátástalan helyzetben lévő migráns fiatalok elveszettnek érzik magukat, és ezért vallásilag radikalizálhatók. Az illegális migráció következtében rengeteg ilyen fiatal van Svédországban. Másfél héttel ezelőtt 4 iszlamista radikális fiatalt vettek őrizetbe az észak-európai országban terrorizmus vágyával. Most skandináviai tudósítónkhoz, Cser Attilához kapcsolunk a részletekért. Nos Attila, milyen okokat tártak fel, és vannak-e újabb fontos részletei a letartóztatásnak? Köszöntök mindenkit! A svéd rendőrség rendkívül szűkszavú a 4 letartóztatottal kapcsolatban. Az kiderült, hogy 2 20 éves és 2 25 éves fiatalról beszélünk, egyik közülük testvérpár. Egy 20 és egy 25 éves fiúról beszélünk, hiszen még nem igazán nevezhetők felnőtteknek, bár jogilag büntethetőek. A 2 fiatalról kiderült, hogy általános iskolákba dolgoztak, az egyik még a letartóztatása előtti napon is. Ez elég komoly felháborodást okozott a svéd közvéleményben, mármint azok a kommentelők reagáltak erre a hírre, akik az újságcikkeket olvasták az esettel kapcsolatban. A közösségi médiában arról beszélgetnek az emberek, hogy a svéd rendszert rendkívüli mértékben át kellene alakítani, illetve felül kellene vizsgálni. Hiszen a fiúkról kiderült, hogy a közösségi médiában a szomáliai iszlám állam hangján beszéltek, oda csábítottak embereket. Az egyik fiú az iskolában az iszlám vallás dicsérte, és a gyerekeknek olyan prédikációkat adott, amelyek már gyanúsak voltak a radikalizálódása kapcsán, karizmatikus emberekről beszélünk, tehát hogyha az iskolák nem tudják kiszűrni azt, hogy kiket alkalmaznak, akkor meg kell vizsgálni, hogy ennek mi lehet az oka, és haladéktalanul át kell állítani a rendszert egy erőteljesebb szűrőrendszerre. Az is kiderült egyébként, hogy azok, akik radikalizálódnak, azok ténylegesen a migrációs területekről érkeznek. A most letartóztatott 4 fiatalról nem lehet tudni, hogy melyik generációval érkeztek. Valószínűleg nem új migránsok, nem új bevándorlók, hiszen svédül beszéltek. 2-jüket a rendőrség egyébként már a fegyver és alvilági mozgások és fegyvercsempészetek, illetve egyéb üzlet miatt már figyelte egy jó ideje. Az emberek Svédországban, akik kommentelték ezeket a híreket, azt jelezték, hogy az iszlám szervezetek 2016-tól majd fél millió korona svéd támogatást kaptak működésükhöz. Márpedig, hogyha a rendőrség nyomozása során kiderül, hogy a némely iszlám szervezet valóban radikalizálta a fiatalokat, vagy csak segítette, vagy elnézte, akkor komolyan át kell gondolni, hogy milyen szinten támogathatók ezek a szervezetek, amelyek működése nem egyértelműen tisztázott még ebben az ügyben. Nagy-Britanniával folytatjuk. Újabb fordulójához érkezik a héten a Ruanda törvény elfogadásának folyamata. Mint ismert, a brit kormány Ruandába toloncolná vissza az illegális bevándorlókat. A londoni alsóház januárban döntött arról, hogy Ruanda biztonságos ország. Londonba kapcsolunk a részletekért Kertész Roberthez. Nos, milyen állomásai vannak hátra ennek a már is nagyon elhúzódó folyamatnak, és mikor számít a brit kormány arra, hogy a tervezetből törvény lesz? Jó reggelt kívánok a nézőknek, ma kezdődik az elfogadtatási procedúrának az a szakasza, amelyet a brit politikai köznyelv félhivatalosan parlamenti pingpongnak nevez. Ez azt jelenti, hogy a tervezet ma visszakerül a felső kamarától, a lordok házától, az alsóházhoz, amely a brit kormány szándékai szerint megpróbálja kivenni azt a 10 meglehetősen nagy horderejű módosítást a tervezetből, amelyet a Lordok Háza az elmúlt hetekben eszközölt. Ebben az indítványban, mégpedig a brit kormány szándékával ellentétben ezek közül is a legnagyobb horderejű módosítás az, hogy visszahelyezné a tervezet a brit bíróságok hatáskörében annak eldöntését, hogy Ruanda, ez a kis közép-afrikai ország valóban biztonságos áttelepítési célországnak tekinthető-e a Nagy-Britanniába illegálisan, főleg a kontinensről csónakokon érkező menedékkérők számára. A törvény célja ugyanis pontosan az, hogy elvegye a bíróságoktól ennek a mérlegelési jogkörét, hiszen a törvény azt mondaná ki, hogy Ruanda biztonságos áttelepítési célország, tehát ezt a továbbiakban a bíróságok nem vitathatnák. Innentől két lehetőség van, a procedúra vagy jelentősen felgyorsul, vagy jelentősen lelassul. Ez attól függ, hogy sikerül-e kivenni az alsóházban ezeket a módosításokat, és utána szerdától, amikor a tervezet ismét visszakerülje a pingpong keretében a felsőházba, a felsőház, a Lordok Háza belenyugszik ebbe. Hogyha igen, akkor ebből a tervezetből akár már a héten törvény lehet, hogyha nem, akkor viszont, és ez a brit kormánynak a számára a legkevésbé kedvező forgatókönyv, akkor viszont legkorábban jóval húsvét után lehet csak ebből a tervezetből törvény. Ennek különös belpolitikai jelentőséget az adja, hogy választási évben vagyunk, és mindenki már gyakorlatilag csak arra vár, hogy Rishi Sunak miniszterelnök mikor és mikorra írja ki a parlamenti választásokat. Nyilvánvaló, és ebben minden politikai elemző egyetért, hogy Sunak megvárja a választások időpontjának kiírásával azt, hogy ebből a tervezetből törvény legyen, hiszen a brit kormány egyik sarkalatos politikai programja az, hogy elinduljanak a repülőgépek az illegális menedékkérőkkel a fedélzetükön Ruanda felé. Kérdés az, hogy ez mikor válik lehetővé. Általában az a politikai felfogás és szakértői vélemény, hogy még ha sikerül is a héten elfogadtatni ezt a tervezetet, akkor is legalább 6 hét, mire az első repülőgépek elindulhatnak, tehát ennek a tervezetnek a közeljövője legalább is meglehetősen bizonytalan. Újabb tüntetés volt Szlovéniában a tervezett migráns központok ellen. A helyiek nem szeretnék, ha a szlovén kormány ideiglenes befogadó állomásokat telepítene a horvát határhoz. A részletekért most Lendvárra kapcsolunk Magyar Lóricz Mirjánához. Nos, kik és hogyan szerveztek, illetve demonstráltak a hétvégén, és mit üzennek a szlovén kormánynak a tüntetők? Szép jó reggelt kívánok! Míg szerdán Ormos, Sveti Tomázs és Srediszcsop drávi település lakói a helyi művelődési háznál összegyűlve transzparensekkel fejezték ki tiltakozásukat a kormány február végi döntése ellen, mely szerint a megnövekedett migrációs nyomás miatt a Horvátországgal közös határán 2 ideiglenes menekültügyi központot létesít, addig szombaton a 130 kilométerre délebbre fekvő Velika Dolina és Jesenice falvak lakói a határ túloldalán található horvát települések lakóival együtt már komolyabb tüntetési akcióba léptek. A szervezők szerint 1000-en gyűltek össze, és a Szlovenska Vász határátkelőig vezető körülbelül 500 méteres útszakaszon a gyalogos átkelőhelyeken járva akadályozták a forgalmat, ezért a Szlovenska Vász Mokrice regionális úton forgalmi dugó alakult ki. Üzenetük a kormány felé: településeik már így is túlterheltek migránsokkal, határozottan ellenzik a menekültügyi központ létesítését az egykori Obrezje-Bregana határátkelőhely területén, a tiltakozásokat pedig folytatni fogják, és szükség esetén azokat úgy fokozzák, hogy lezárják a térségben található többi határátkelőhelyet is. A békés tüntetést a helyiek követelésére a 2 település helyi önkormányzata hirdette meg. A Facebookon közzétett felhívásban a szervezők azt írták, hogy elfogadhatatlan, hogy egy menekültügyi központot hozzanak létre egy olyan területen, amely már így is túlterhelt a személy- és teherforgalomtól, az ott található infrastruktúra és létesítmények pedig vám és árutovábbítási eljárásokra és nem elszállásolás céljával épültek. Iván Molan, a brezsicei önkormányzat polgármestere szerint a tiltakozás egy komoly bejelentés és figyelmeztetés arra vonatkozóan, hogy az emberek Szlovénia azon részén egyszerűen nem hajlandók elfogadni, amit a kormány rájuk szeretne kényszeríteni, és hozzátette, hogy a szervezők már e hét szombatjára is újabb tüntetést terveznek. Több tüntető is mikrofon elé állt és kinyilvánította véleményét a kormány tervével kapcsolatosan, mint mondták, megpróbálják megértetni a kormánnyal, hogy döntése helytelen, és hogy nem akarják, hogy a terve megvalósuljon. Azt is elmondták, nincs szükségük migránsokra, és kifogásolták, ha egy helyen lesz regisztrációs és menekültügyi központ, a migránsok összekeverednek, és senki sem fogja tudni, kik azok, akik újonnan lépték át illegálisan a határt, és kik azok, akiket már regisztráltak, és akik már kinyilvánították menedékkérelem iránti szándékukat, ez utóbbiak ugyanis Szlovéniában szabadon mozoghatnak. A menekültügyi központ létrehozását egyébként ellenzi a brezsicei önkormányzat is, amely egy héttel korábban olyan határozatot fogadott el, hogy határozottan ellenzi a menekültügyi központ létrehozását. Az új létesítmények elhelyezéséhez szükséges valamennyi engedély megadását, pedig az önkormányzati tanács kötelező megvitatásától és jóváhagyásától tette függővé. Mai migrációs körképünkben a svédországi, a nagybritanniai és a szlovéniai helyzetet ismerhettük meg. Tudósítóinknak nagyon szépen köszönjük a friss információkat.